Gyetvai József, mezőfalvi motoros találkozó főszervezője. Hanyadik alkalommal rendezitek ezt a parádét? Negyedik alkalommal. Na még egyszer, mert közben aztán zöm mögött itt mellettük. Immáron negyedik alkalommal rendezzük meg. Jó. Milyen feltételei vannak egy ilyen rendezvénynek? Tehát honnan lehetett előteremteni hozzá az anyagiakat, kik segítettek? A faluból a vállalkozók segítettek, nagyon sokat az önkormányzat, meg a tagság. A hány fős ez a tagság? A tagság az 18 fő, 19. Gazdag programot állítottatok össze, hány főt vártok, milyen visszajelzések vannak? Visszajelzések azok, hogy elég sokan leszünk, ez reál, na, majd meglátjuk. Valószínűsített? Így van, igen. Így van. Elég sokan bejelentkeztek. A program az lesz, ami olyan, ami meghiúsul, mert a rendőrmotorosok sajnos nem jönnek a motoros bemutatót, a vezetéstechnikai bemutatót megtartani, de az összes többi, ami le volt írva a programban, az úgy néz ki, hogy megmaradt. Hát sok sikert, jó szórakozást kívánunk. Köszönjük szépen. És még találkozunk. Így van. Csodatermékei is megérkeztek. Gyerünk, gyerünk, tekerjél, tekerjél! Szedd alá! Gyerünk, gyerünk, tekerjél, tekerjél!
gyorsan! Vigyázz! Raj! Szép komótosan, úriasan! És akkor most jön a váltás a szőlőfürti motorozóknak. Gyerünk, 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 gyerünk! És megvan az első fordulónak a nyertese, letette a lábát. Ujja, kocsok! És akkor most próbáljuk meg egyenesen a motor. Köszönjük szépen! Gyere, fáradj ide, légy szíves! Légy szíves, a számodat gyere, diktáld be, így légy szíves, mert különben akkor nem tudjuk. 12! Hagyj küzdjön, hagyjad, hagyjad! Ügyes, nem baj, hagyjad! Gratulálunk! És akkor gyere most te is vissza, légy szíves! A kategóriát is szívesen indítanánk, de ezt kellenének a motorosok is. Ezt le kell ellenőrizni, mert hát ugye hát azért semmi részre hajlá. Szeretnénk, hogy a hatos úton is legalább ilyen tempóval látnánk benneteket motorozni. Ennyi motoros volt csak. Ebbe kell mondani másikra meg. Gyere légy itt, gyere, gyere, lassan, lassan! Hát így elveszted akkor a meccset. Így nem jó. Tehát akkor meg kéne, gyere vissza még egyszer, légy szíves. Attól ő csak kiesett a versenyből, a másik motorosnak ugyanúgy végig kell menni a pályán. Le fogjuk mérni az idejét, mert hát ugye ő ezzel megy tovább a következő fordulóba, itt van az első, második, harmadik helyezett. Így. Figyelj oda, figyelj oda! Tehát mindenkinek mérjük az idejét. Hopp, hopp, mindjárt elkerül a láb. Na, ilyenkor kiskörnek a kutyunkok. Kapta idő előtt a lábát, mert ő is volt az, aki előbb ért át a vonalon, de a másik versenyzőnek még mi tud az idejét. Gyerünk, gyerünk! Illetve most nem gyerünk! Lassan, lassan!
egyedül meg kerekedni fog, mert hát ezzel a hó megy. Jaj, jaj. Hét éves. És hogy farol? Milyen kanyarodási technikája? Tehát akkor a bulik már föl vannak melegítve. Az uraknak erre a kis bólya tetejére el fognak helyezni egy-egy pohár kólát. Ezt a kólát hatalmas nagy lendülettel az arcukba fogják borítani. Átrohannak ehhez a másik bójához. Kicsi homlokukat cefet gyorsan ide fogják ehhez a bójához illeszteni, és körözni fognak tizet. Rendesen számoljuk a 10 kört nekik. Közben a kedves segítőim meg kitöltenek nekik egy másik pohár kólát, mert hát ugye Habzsi Dőzsi van itt. Ezt a pohár kólát is fel kell törpinteni nekik. Tényleg van szarára ölgi magunkat. Vigyázz! Raj! Tartsba borít a kóla! Rohan! Homlokát a bójához illeszti! Töröld gyorsan-gyorsan! 10, 2, 3... Homlokat illeszt oda! 4, 5, 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 homlokodat oda illeszteni, 5, futás vissza, hol néz, ott a kóla, hol néz, ott a kóla, oda kell menni, ott a kóla, ah. Gyerünk, gyerünk, hol a kóla, ja, de ez csak 6 volt még. Kedves egészségetekre! 114 decibel! Csillapít rajta egy kicsit. Vacsorára, drága, hogy a...
történet címe, Gyentvai József 56-os ellenforradalmár meggyújtja a Molotov koktélt. Tehát még egyszer, Gyentvai József utcai tüntetőként felgyújtja a parkoló autót, mezőfalvi tűzoltók pedig eloltják. Elvileg, hogyha meg tudja gyújtani. Motoros találkozón mindig nem hívnak. Önkéntes tűzoltói egészület parancsnoka vagyok. Megkezdeném. Meg kéne keverni a hangot. Egyesületről annyit mondani kell, hogy 2008-ban alakult újra, azóta minden egyes esetnél hatékonyan tudunk beavatkozni. Nagy öröm volt számunkra, hogy sikerült ezt az autót beszereznünk, amit látható a sportpályán. Mutatjuk mindenképes pár liter víz. Ez köszönhet ennek a magas nyomású oltóberendezésnek, amelynek 13 liter per percek vízfogyasztása van. Gépkocsi 260 literes víztartályban elhelyezve, gyakorlatilag 20 percen keresztül tudunk folyamatosan dolgozni ezzel az oltóberendezéssel. Nagyon hatékony, most nem látjuk, de tartályból 20-30 liter víz fog hiányozni a oltás végére. Living.
tucat olyannyit, elbúlik az életem. Ne vacsak olyannyit, mindegyik kell nekem. Szeressük egymást, olyan rövid az élet, és nagyon hosszú a folytatás. Jó éjszakát! Te vacsak olyannyit, elmúlik az életem. Te vacsak olyannyit, mindegyik kell nekem. Az életem, ne vacsak olyannyi, mindegyik kell nekem. Szép estét, motorosok! Színpadon a Rockbox, és hát egy örök klasszikussal folytatnánk, hogy főleg nagyon sokan mondják, hogy hát sűrűn kell énekelnem, mert rám illik. Rocktoberben születtem én! Kemélen és kopaszom! Oh,
nyugodtan, bátran hogyha holnap este más ágyában válsz. A szegény tűnő!